Nagy tisztelettel köszöntjük a megjelent vendégeket, a Csongrád megyei és a Járosi kormányhivatal vezetőjét külön nagy tisztelettel. Farkas Sándor országgyűlési képviselő úrral szeretnénk a sajtó számára egy örömteli eseményről beszámolni, úgyhogy képviselő úrral is kérdám a szót ezzel kapcsolatosan. Köszönöm szépen, én is tisztelettel köszöntöm a sajtó képviselőit. Egy picit messzebbről kezdem a mondókámat, amihez majd el fogunk kérni, hogy már részben itt a kivetítőn ugye meg is jelent. A kormány nagyon komolyan gondolja az egészségügy, nem csak hogy átszervezését, az egészségügynek a teljes vertikumának a javítását, és úgy gondolta a kormányzat, hogy az elmúlt évek alatt, itt az elmúlt három évben mintegy 300 milliárd forint olyan összeggel próbálja segíteni az egészségügynek a helyzetét, amelyben természetesen nem csak fejlesztések, hanem egyéb dolgok is beletartoznak, és most itt az elmúlt napokban hosszú-hosszú évek munkája után jutottunk el oda, hogy ebből a 300 milliárd forintból mintegy 50 milliárd forint a legfontosabb fejlesztésekre fordítható. Az 50 milliárd forintból többek között részesül, és ez az örömteli hírünk, a Szentesi Dr. Gugyi István Kórház új egységének a felépítésének a lehetősége. Annyit el kell mondanom még ehhez, hogy ez úgy tudott létrejönni, vagy úgy tud majd működni, hogy 1999-ben, akkor, amikor a sürgőségi központnak a döntését meghozta az akkori szintén polgári kormányzat, az adott egy olyan lehetőséget a térség kórházának, amely azt jelentette, hogy tovább élhetett, és talán egy átmeneti időszak után de mégis hozzájárult ahhoz, hogy ez a beruházás most elkezdődhessék, és ez egy komoly folytatás annak a programnak, amit akkor elkezdtünk, és azt gondolom, hogy itt a térségben élő emberek számára talán az egyik legnagyobb olyan egészségügyi fejlesztés, program, amely a kórháznak a hosszú távú működését, az itt élő embereknek a gyógyítását, kezelését meg fogja oldani a mai korszerű feltételekkel és körülmények között. Ez természetesen többet jelent, mint Szentes. Ez Észak-Csongorád megye és Dél-Szolnok megye, mint vonzáskörzetet, több mint 100 000 embernek a biztonságot, gyógykezelését, betegellátását fogja biztosítani. Ugye nagyon sokan az elmúlt években már felvetették, vagy elmondták, vagy már nem is hittek abban, hogy ez a lehetőség még megadatik itt a Szentesi Dr. Gugyi István Kórház számára, de elég hosszú munka és egyeztetések is. Hát inkább azt mondom, hogy munka során jutottunk el oda, hogy végül is ez a döntés megszületett, és igaz, hogy egy kicsit kisebb összeggel, mint amit mi szerettünk volna eredetileg, de mégis ez az összeg bizonyos biztonsággal rendelkezésre fog állni, hogy ez az új intézmény, ez a kórháznak, ez az új korszerű épületegyüttese minden célt és minden igényt ki fog szolgálni, még egyszer mondom, az itt élő emberek számára. A részletekre szeretném felkérni főigazgató urat, mivel hát ez azért ez egy más szakma, mint az enyém, de a politikai döntés megszületett, és ezután pedig a szakmai érvek fognak most elhangozni a főigazgató részéről. Köszönöm. Így van, ahogy a képviselő úr is elmondta, illetőleg, ahogy a mögöttünk levő kivetítőn lehet látni a 2013 évi 160. magyar közlöny hirdette ki azt, hogy ezt a TIOK 2-2612/1/B azonosító számú struktúra váltás támogatásájáról és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével című pályázatát a Szentesi Kórház elnyerte, a támogatását jóvá hagyta a magyar kormány. 2 milliárd 470 millió forintról szól a történet, amelynek, ahogy a képviselő is elmondta, az első is talán azt lehet mondani, hogy legfontosabb úgymond üzenete az, hogy a magyar egészség és a magyar kormányzat az elkövetkező időszakban és a jövőben is számol a Szentesi Kórházzal. És ez mind a beteg emberek és mind az itt dolgozó egészségügyi dolgozók számára mi biztonságot jelent. Részleteiben nyilván föl fogok sorolni egy pár számadatot, apró részletekben nem mennék bele, mert az túl szakmai lenne, itt a műszereket nem sorolom föl, hogy milyen műszerek vannak ide sorolva. Lényegében a ellátás hatékonyságát növelő épület együttes fog fölépülni, mégpedig a sürgőségi osztály,
és az ahhoz nyaktaként csatlakozó jelen pillanatban traumatológiát, onkológiát és az ápolási részt magába foglaló épület együtteshez szintén nyaktaggal csatlakozni fog egy új épület. Erre körülbelül 1,7 milliárd forint áll rendelkezésre a pályázatban erre az új építésű épületre, amely épület tulajdonképpen a mai korszerű, mi úgy hívjuk, hogy invazív, egyébként sebészeti jellegű betegség ellátását fogja a Szentesi Kórházban végrehajtani. Itt az első szinten, azon a földszinten helyet fog kapni majd a sebészet, illetve a traumatológiának az ágyszám, vagy az ágyai, ez a második emeletben is jellemző lesz, illetőleg az első szinten még a központi intenzív osztály, megújult intenzív osztály lesz, ami helyet kap. Ez két különböző szárnyon lesz, tehát különböző helyen a sebészeti ágyak és különböző helyen az intenzív osztály. Itt már is lehet látni, hogy egy egységet fog képezni a sürgőségi osztály egészen az intenzív osztályig, tehát a betegek mozgatása és a hatékony, gyors ellátása már itt lehet látni, hogy mennyit fog fejlődni a Szentesi Kórházban. De azzal is, hogy a sebészet átkerül ebbe az épületbe, majd azt elmondom, hogy miért, szintén nagyon nagy előrelépést kap a kórház. A második szinten egy központi műtőből álló blokk fog kerülni az intenzív osztály fölé. Három műtőteremből fog állni a központi műtőnek ezen része. Ez is szintén azt az egységet fogja képezni, amelyet a sebészeti műtőből kikerült beteg esetleges intenzív ellátása vagy sebészeti ápolása egy egységben teszi lehetővé, tehát szintén a gyors gyógyulást, hatékony gyógyulást, gyógyítást fog eredményezni. A harmadik emelete ennek a új épületnek, vagyis a harmadik szintje, bocsánat, a második emelete fog helyt adni egy úgynevezett nem steril műtőnek, hogy az emberek is megértsék. Tehát a három központi műtő a steril műtő lesz, ott kizárólag csak olyan műtőket hagyhatnak végre, ahol a sterilitás fontos. A negyedik különálló műtétben nyilván azok a nyitott műtétek, most sajnos a sterilitás elveszik, ott lesz elkülönítve. Szintén lehet érezni azt, hogy a steril műtés, a nem steril műtők elkülönítés az mennyire lényeges ebből a szempontból. Illetőleg szociális helyiségek lesznek, a dolgozók komfortérzését fogja javítani, és hát az egész épület együttes kiszolgáló gépészeti egység fog itt a harmadik szinten helyet kapni. Ezen kívül a meglévő mostani traumatológia-onkológiai épületben fog átköltözni a neurológia, és szintén azt az egységet fogja szolgálni, hogy a stroke betegek, akik lízist szorulnak, azok az intenzív osztályhoz közel legyenek, neurológiához közel legyenek, szintén azt az egységet fogja képezni, amely tényleg a gyors és hatékony betegellátás szolgálja. Itt, ahogy említettem, a sebészet, urológia és a fülorgégészet, ami át fog kerülni ebbe az új építési épületbe, lehet látni azt, hogy egyrészt a régi épületünk, hát ma már azt lehet mondani, hogy majdnem komfort nélküliségét megkapják a betegek komfortosított kórtermekbe és a korszerű műtőkbe. Illetőleg azt lehet látni, hogy az aktív ellátás, az aktív betegellátás a Szentesi Kórházban most már a kurca két oldaláról egy oldalára fog kerülni, amely egyrészt a kórház fenntartásában fog sok segítséget nyújtani, másrészt pedig tényleg abban betegszállításban, betegmozgatásban, ami idáig elég nehézkesen működött. Ugyanis most már úgy fog kinézni az egység, hogy a sürgősségi osztály a diagnosztikus egységekkel, ehhez nyaktagként csatlakozik a jelenleg is most traumatológia, onkológiai épület, élő szolgáló épület, és ehhez nyaktaggal szintén csatlakozni fog, mondom, az új épület. És így azt lehet mondani, hogy majdnem egy tömbösödünk, vagy tömbösödünk. Nyilvánvaló, hogy azok a szakágok, amelyek nem tudnak bekerülni ebbe az új épületbe, illetve ebbe az egységbe, itt a belgyógyászat, a mozgásszervi rehabilitáció, a szülészet, ezek önálló egységként fognak még tovább működni, ezeknek az épületeknek is valamikor azért a felújítását tervezzük, hiszen szintén rászorul felújítás, de én most visszatérnék újra a pályázati részhez. Tehát ennek az egész egységnek a kiszolgálására műszerek fognak még érkezni, a műtőket fogják szerelni olyan eszközökkel, hogy korszerűen lehessen a mai világ rendjének megfelelően a műtéteket végrehajtani, illetve az intenzív osztály is olyan korszerű betegőrző monitorokkal, gépekkel lesz felszerelve, hogy minél hatékonyabban is
erősebben segítjük a beteg gyógyulásokat. Egy-két számadatot ígértem, hogy csak tájékoztató jelleggel felsorolok. Maga, még egyszer mondom, az építés, ingatlanok és a kapcsolódó vagyonértékű jogok kb. 1,7 milliárd forintot fognak kitenni ebből a pályázati pénzből. Egyéb berendezések, felszerelések, ezek orvostechnológiai eszközök, mobiliák, informatikai eszközök pedig körülbelül egy 400-420 millió forintot fognak kitenni ebből a pénzből. Két-három ágyas kórtermek lesznek különálló tusolókkal, van úgy, hogy két kórteremhez csatlakozik egy vizes blokk, van úgy, hogy külön a kórteremhez csatlakozik vizes blokk. És kialakul majd egy mátrix rendszer ebben a új épületben, a sebészeti betegségek kezelésének mátrix rendszere, az első szinten sebészet, második szinten trauma, harmadik szinten a fülorgége, urológia. Ezt a mátrix rendszert úgy kell elképzelni, hogy itt nem orvos szakmai szempontok döntik el a betegeknek a kórteremben elhelyezését, hanem inkább ápolási szempontok. Ezáltal a hasonló ápolást igénylő betegek egy helyen lesznek, és ezáltal is maga a beteg gyógyulás és a gyors ápolás szakszerűséghez lehetőséget kap. Nagyon sok tanulnivaló lesz ezzel a mátrix rendszerrel, hiszen egyrészt a központi műtőben meg kell tanulni mindenkinek a központi műtő működését úgy kihasználni, hogy az folyamatosan működjék. Tehát meg kell tanulni az embereknek beosztani már az itt dolgozó orvosoknak a műtéteket. Kicsit szokatlan lesz, mert nyilván eddig a saját szakágukon voltak a műtők is, majd hogy nem idézélve akkor operáltak, amikor akartak, itt pedig a központi műtőbeosztása szerint kell majd operálni, de ezáltal a műtők kihasználtsága sokkal jobb lesz. Másrészt meg kell tanulni a műtősnőknek egy központi műtősnői szolgálatot adni, azaz majdnem mindenkihez be kell tudjanak menni, és a műtéteknél segíteniük kell, tehát központi műtősnői szolgálat lesz, és a mátrix rendszerben pedig az ápolónőknek meg kell tanulni mindenféle invazív betegségeknek az ápolását, hogy tudjanak forogni ők is, és hogyha ez így kialakul, azért a létszám hatékonyság és a munkahatékonysága nagy mértékben növekszik a szentesi kórházban. Úgyhogy részleteiből most ennyit, nyilván a kérdések vannak, arra szívesen válaszolunk, illetőleg hát, ha nem tudom, a Csongrád megye, illetve a járási kormányhivatal vezetőnek van esetleg mondandója a sajtó számára ezzel kapcsolatosan, hogy szeretnének-e valamit mondani. Mindenféleképp azt mondanám, hogy nagy örömmel szolgált ez a hír, várta már régen Szentes, illetőleg a térség ezt a pályázati lehetőséget. Itt az elkövetkezendő kettő esztendő azért nagy-nagy feladatot ró ránk, hiszen körülbelül ennyi a pályázatnak a megvalósításának az ideje. Minden beteget, dolgozó, egészségi dolgozót, látogatót, hozzátartozót szépen kérünk, hogy türelemmel legyen, mert itt az építkezés, ha elindul, azért felfordulással fog járni. Tehát minden kellemetlenségét nézzék el annak, hogy a szebb és a jobb jövő érdekében tesszük ezeket a dolgokat. Úgyhogy nem tudom, hogy esetlegesen tetszenek-e valamit a sajtó felett. Én köszönöm a lehetőséget azért, hogy a Csongrádi járás területén élő polgártársaink nevében is köszönetet mondhatok képviselő úrnak és főigazgató úrnak azért a munkáért, ami a jelenlegi beruházás megvalósítását lehetővé fogja tenni. Óriási jelentőséggel bír ez a beruházás, hiszen ez a kórház regionális feladatokat lát el a betegellátásban, és igen sok embert érint. Úgy gondolom, hogy a beruházással korszerűbb épületet kapunk, korszerűbb körülményeket. Az egészségügyi ellátás színvonala is javulni fog, és ahogy főigazgató úr elmondta, hogy milyen korszerű kórtermeket kapnak a betegek, mindenféleképpen még a komfort érzetük is javulni fog. Úgyhogy még egyszer köszönetemet szeretném kifejezni képviselő úrnak és főigazgató úrnak. Köszönöm szépen én is a meghívást és a lehetőséget, hogy szólhatok ezzel az örömhírrel kapcsolatban. Ezt legelőször meghallottam, akkor az jutott eszembe, hogy ez egy győzelem, és ráadásul egy nagyon jófajta győzelem, mert ezzel mindenki nyert. Gyakorlatilag azt hiszem, hogy ilyen győzelmek akkor tudnak születni, amikor egy kiváló szakmai munka, egy hasonlóan kiváló politikai munkával tud
együttműködni, és nagyon szépen szeretném megköszönni valamennyiük nevében, úgyis, mint szentesi lakos, úgyis, mint a járás egyik vezetője, hogy ezt a munkát főigazgatóra, a kórház szakmai tímje, illetőleg képviselő úr elvégezte. Nagyon szépen köszönjük!